Művészekről művész portrék. A Zuglói Lipták Villa egy különleges kiállítással kedveskedik a hozzájuk betérőkhöz. Szalai Mona képsorozatának főszereplői a színészek, azok az alkotók, akik sokszor hangjukat adják egy-egy filmhez, amíg ők maguk rejtve maradnak a szélesebb közönség előtt, de a kiállítás által most talán megismerhetjük őket. Szalai Mona még az analóg fotózást tanulta, és korábban alkalmazott fotográfiákat készített. A művészi fotók felé a digitális korszak nyitott számára kaput. Sokkal több lehetőséget ad, mert több mindenbe bele tudok nyúlni, több minden részébe bele tudom adni a kreativitásomat, jobban ki tudom fejezni azt, amit én a szememmel érzékelek. Magyar hangok. Kerekes Andrea, Vas Gábor... De hogy jön ide a magyar szinkron? Monát, a fotóművészt a szinkronizált filmek hangjai mögötti személyek és arcok kezdték el foglalkoztatni. A szinkronizáló színészek nem mindegyikével találkozik a néző magyar filmekben vagy épp színházban. Többen rejtve maradnak. Spilák Klára, Carrie Bradshaw, a New York-i divatőrült újságírónő hangját kölcsönözte a Szex és New York című sorozatban. Nem akartam bemenni, csak útba esett hazafelé. Úgy mutatkozott be, mint egy lelkes szinkron rajongó, aki szeretné, hogy megismerjék azokat az arcokat, akik a hangjukat adják, viszont nem annyira láthatóak. Mona projektjének és szerény, kedves személyiségének gyorsan híre ment. Egy idő után a színészek maguk jelentkeztek egy-egy fotózásra. Átérzem azt, hogy éppen milyen hangulatban vannak, vagy milyen az adott színésznek a személyisége. A színészek, bár hozzá vannak szokva ahhoz, hogy sokan látják és hallják őket, egy fotózáson szükséges az elfogadó nyugalom, hogy magukat adhassák. Nagyon fontos az, hogy a fotós és a fotó alanya megtalálják azt a közös pontot, amin mentén együtt tudnak dolgozni, mert ez egy nagyon személyes és nagyon privát dolog a fotózás. Mindenkihez máshogy kell viszonyulni, és ehhez türelem, elfogadás és óriási nyitottság kell, amivel a képeket látva Szalai Mona rendelkezik. Ahogy elnézem a képeket, ahogy velem is, ez hosszas beszélgetés, meg évődés, meg egymás kóstolgatása, és abból születnek ezek a fotók. Kerekes József volt, aki úgy jött el, hogy azt mondta, hogy ő utálja, ha fotózzák, úgyhogy ez egy plusz kihívás volt számomra, de neki olyan beszélőkéje van, hogy a 2 órás fotózást végighallgattam, ő csak mondta kérdezés nélkül. Ez ilyen részben öntudatlan állapot. Tehát én beszélek folyamatosan, mint egy idegbeteg. Időnként kellett mondania, hogy jó, most szeretnék, jó, most egy pillanatra ne beszélj, jó? Mert hogy azért ne folyamatosan nyitott szájjal fényképezzen. A fotók egytől egyik fekete-fehérek és letisztultak, de semmiképpen sem komorak, hiszen rendkívül színes személyiségek néznek vissza ránk. Kifejezőbb képeket kapunk, és nagyon szeretem az egylámpás világítást, néha szoktam csak derítőlapot használni. Sokkal kifejezőbb, sokkal jobban rá lehet fókuszálni az adott színész egyéniségére. A fotók főszereplői elégedettek a művészi és mély fotográfiákkal. Olyas valamit látok meg magamból, amit én azt gondolom, hogy az megvan bennem, legfeljebb... Sokszor azt gondoltam, hogy ezt csak én tudom. Számomra nagyon fontos és emblematikus sorozatot idézi, hiszen a Szex és New Yorknak én lehettem a főszereplőjének a hangja, a Sarah Jessica Parkernek, és neki van egy ilyesmi szoknyája, amit annak idején én kaptam egy ilyen, ajándékba kaptam valakitől egy ilyen szoknyát, és úgy éreztem, hogy egy ilyen szinkronról szóló fotózáskor ezt muszáj fölvennem, és hát szerintem csodásan sikerült. A szinkronizáló színészekről készült fotósorozat kiállítás Zuglóban a Hermina úti Lipták villában tekinthető meg.